A természetfotós minél jobban ismeri a téma az állat viselkedését, annál több esélye van a jó képre. Tehát ha ismeri, hogy egy bizonyos viselkedés formát hogy és mikor csinál, akkor arra föl tud készülni. De ha csak ott van előtte egy állat, és akkor azt se tudja, hogy mit eszik, hogy viselkedik, akkor sokkal jobban beszűkülnek a lehetőségei, hogy egy érdekes viselkedés formát elkészítse, hogy befotózzon róla. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez minél jobban ismeri valaki az állatot, annál több lehetősége van a jó képet készíteni. Egy jó természetfotósnak először is jó kell látnia. Tehát jó kell a térben, a háromdimenziós tért kétdimenziósá konvertálnia, hogy egy jó kép szülessen. Aztán utána abból portré, vagy természet, vagy street fotó születik, az teljesen mindegy.